Jó napot kívánok! 2015. június 21-e van, és már gyülekeznek a Csömöri Önkormányzat kezdeményezésére 11 települést érintő kerékpáros körtúra résztvevői. Egyrészt a kerékpározás egy nagyon jó sport, egészség. De hogy a Csömöri Önkormányzatnak mi volt a célja ezzel a körtúrával, hát nagyon egyszerű, kérem szépen, biztatnak mindenkit, hogy pattanjanak drótszamárra. Hiszen a települések közötti bringautak és biciklizési lehetőségek fejlesztése az nagyon fontos dolog mindenkinek. A térképes egyeztetés most zajlik, és hamarosan nekivágunk a túrának. A cél az, megegyezik a Bringa Fesztivál vállal céljával, a települések közötti kerékpáros közlekedés népszerűsítése, fejlesztése és az egészséges életmódra való ösztönzés. Ilyen túrán nagyon sok érdekes helyszín vár minket. 16. kerületben a Hermina Bringa Parkban az ottani bringások, önkormányzati vezetők fogadnak, ahol bemutatót tartanak. Végigmegyünk a Szilasmenti kerékpárúton, ami az 5 kilométeres, egészen kiváló, gyönyörű szakasz nemrég készült el. 17. kerületben a Rákosmenti kerékpárúton is végigmegyünk. Ott is önkormányzati vezetők várnak az út végén, Gödöllőn. Most fedeztünk fel az előzetes felmérés során egy olyan kerékpár út nyomvonalat, ami kikerüli a 3-as főutat, és Mária Besnyőre, az ismert Kegyhelyre tudunk elmenni. De említhetném a Mogyoródi megállót, ahol ezekben a napokban Szentlászló napokat tartanak, és ott a főtéren a szervezők fogadnak minket, tehát nagyon sok kiváló programban van részünk. Ez egy igazán érdekes túra is, nem csak egészséges, nem csak közéleti jelentősége van, a tömegsportot népszerűsítjük, hanem egy nagyon jó szórakozás. Akkor ez azt jelenti, hogy innentől ez már rendszeres programnak tekinthető a település életében? Igen, mindenképp, sőt valószínűleg nem csak évente, hanem már gyakrabban is tervezünk kisebb-nagyobb túrákat. A 16. kerületben milyen a biciklisek helyzete, élete? Én nagyon remélem, hogy egyre jobb. Ugye nemrég építettük meg talán egy éve ezt a bicikliutat, sőt, még nincs is egy éve, ez egy 5,5 km hosszú bicikliút itt a Szilaspatak mellett. Csináltunk hozzá egy csomó pihenőhelyet, meg sportpályát, egy ilyen bicikli crosspályát, úgyhogy szerintem most nem panaszkodnak nekem, azt mondják, hogy most már jó kezdet, de majd még folytatni kell, és majd akarjuk is folytatni. A folytatás azt hogy kell elképzelni? Minél több bicikliút, több pihenő kialakítása, infrastruktúra? Mindkettő, ugye egyrészt ide egy nyilvános illemhelyet még akarunk építeni, mert azt hiányolják. A bicikliutat szeretnék folytatni egészen a Naplástóig, sőt a 16. kerület határáig, egész a 17. kerületi sarokig. A 17. kerületen meg van beszélve, hogy ők meg megépítik akkor odáig, sőt Nagy Tartsa is csatlakozik ehhez. Szeretnénk, ha a Főváros Önkormányzat Kerepesi úton megépíteni tovább a bicikliutat egészen Kistartsáig, a kistartsaiak már összekötötték magukat Nagy Tartsával, szeretnénk még Csömör felé elmenni, úgyhogy egy ilyen kistérségi közös kerékpárutat szeretnénk kialakítani. Szeretettel köszönt mindenkit a pénzszerű túrakerékpáros egylet. Thank you.
A lányom ajánlotta, hogy nagyon sok fiatal srác bringázik a templom előtti körforgalomban, a templom előtti téren, valamint az emlékparkban, és találjunk egy olyan helyet, ahol a BMX és a görkoscsai göldeszkának egy extrém parkot ki tudnánk alakítani, és így jött a választás az önkormányzat részéről, polgármester, 60 Miklós polgármester úrral, és a képviselőtestület akkori tagjaival 2012-ben ezt a területet jelöltük ki arra a célra, hogy a fiataljainkat nem az erdőben, nem a veszélyes helyen, hanem akkor konkrétan egy bizonyos helyre kicsábítsuk, kicsalogassuk, és az egyesületünk felvállalta azt, hogy azok a srácok, akik a szabadidősportnak ezt a részét választották, egy biztonságos helyen tudják ezt a sportot űzni. Az egyesületünk szlogenje az, hogy térteremtő közössége, közösségteremtő terek. És úgy gondolom, hogy erre nagyon rászolgálunk, erre a szlogenre, és meg is teszünk mindent azért, hogy tényleg kortól, nemtől, korosztálytól függetlenül mindenki itt lehessen velünk. És amikor itt kell vagyunk a levegőn, egy kicsit csacsogunk, egy kicsit beszélgetünk, és összekötjük a kellemest a hasznossal. A bringások? 4 órás késéssel. Nem, csak jó. Hú, hát azért nagyon kimerítő volt ez a lap. Hát még nekünk is, pedig mi csak kocsival követtük őket. Képzeljétek, hogy milyen kellemesen elfáradtak a bringások. Jövőre remélem találkozunk. Viszontlátásra!